Szűcs Valdó, 18 éves zalaegerszegi atléta, sokszoros magyar bajnok, országos csúcstartó. Gátfutóként ért el kiemelkedő helyezéseket hazai és világversenyeken. Eredményeinek köszönhetően amerikai és angliai ösztöndíjak várják, miután befejezi tanulmányait az ország legjobb vidéki gimnáziumában. Hát, hogy is mondjam, először úgy jöttem le ide a pályára, hogy nem akarok futni, mert biztos unalmas lesz, vagy valami hasonló. Aztán egyre inkább kezdtem megszeretni ezt a sportot, mivel nem csak futásról szólt eleinte. Eleinte dobtam, ugrottam, természetesen most is csinálom ezeket, mivel kiegészítő számoknak nagyon jó a gátfutás mellé. Ez annyit tesz, hogy én most 23-szoros magyar bajnok vagyok, országos csúcstartó, de az csak gátfutásban. 2012-ben még elindultam 8 próbában is, azt is sikerült megnyernem. Nagyon sok áldozatot kell érte hozni, ugyanis nem mehetek el például a barátokkal focizni, mert bármi történhet velem, és az ugye az én károm lesz, akár le is sérülhetek, ami nekem nagyon nagy trauma. Tulajdonképpen heti 6-szor edzem, ez mindig délutánonként van, kivétel a szombatot, amikor délelőtti edzés van. Ezeken az edzéseken heti 4-szer gátozok, a többi az erőléti edzés, illetve futómunka. A versenyek által nagyon sok helyre tudtam eljutni. Ilyen volt azt hiszem az első kijutásom az ifjúsági világbajnokságra, ami Franciaországban volt 2011-ben. Aztán 2012-ben sikerült kijutnom a junior világbajnokságra, ami Barcelonában volt. Most pedig készülünk Kálmán Ferenc edzőmmel a junior világbajnokságra, ami Eugene-ban lesz. Oregon államban, Amerikában, tehát most az a legközelebbi célkitűző. A tanulást is a sport alá rendelem, ugyanis külföldre szeretnék majd menni, mivel kaptam 7 darab ösztöndíjat Amerikából, például Floridából, Virginiából, Minnesotából, és még sorolhatnám. És kaptam egyet Angliából, ami nagyon kecsegtető, ugyanis Colin Jackson volt világcsúcstartó gátfutó és olimpiai ezüstérmes, lenne az edzőm. 2004-ben volt, amikor otthon néztem az olimpiát anyukámmal, és az egyik Zala megyei sportoló, név szerint Igali Diana, aki sportlövészetben indult, megnyerte, és én nagyon örültem neki, pedig semmi közöm nincs a sportlövészethez, akkor sem volt, de nekem ez nagyon tetszett, és anyát megkérdeztem, aki épp a hátam mögött vasalt, hogy anya, van-e olyan foglalkozás, munka, hogy világbajnok? És elkezdett nevetni, és mondta, hogy van. Mondom, jó anya, akkor én azt szeretnék lenni, hogyha lehet. És azt mondta, jó, legyél az kisfiam. Úgyhogy nekem ez, azóta ez a célom, és ezért keményítem.